Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk Mulisz Ferenc kertjében, gyönyörű körték, almák és szőlők között. Egy nagyon szép almáról fogunk most beszélgetni, hiszen több mint 70 dekás alma termett a fán, de itt az előbb megnéztük, hogy azért a fél kilót majdnem mindegyik eléri. Volt már máskor is ilyen? Nem volt még ilyen. Ezzel a fával kísérletezünk harmadik éve, és ez nyári fontos almának lett vásárolva, és akkor egy volt kollega Greszku Csaba által beoltott fa termése ez, ami jelenleg térképen van, vagy az asztalon van. És tavaly mekkorákat termelt? Tavaly még nem volt termés, megmutatta a termését, de el is dobta. Azt mondják a szaknyelvek, hogy 3 évre szabad meghagyni a termést, és akkor attól kezdve igazi nagyság, meg termékre, ízre, meg nagyságra, attól kezdve jó. Akkor ez azt is jelenti, hogy jövőre is ennél már csak nagyobbak, vagy minimum ekkorák lesznek? Bízunk benne, hogy nagyobbak lesznek, de ha ilyen lesz, akkor nagyon szépen megköszönöm a természettől. Mit kell akkor erről, tehát tetszett mondani, hogy 3 éves, de minek a keresztezése, tehát milyen két alma ez? Az alany nyári fontos alma, de mi tésztába és levesbe való almát szerettünk volna készíteni, és ez nincs a kereskedelemben. És akkor úgy kellett honosítani, beoltani a alanyt. És egyébként is ilyen kísérletező fajta, tehát látom, hogy itt a körtéből is több fajta van, nagyon szép lugasra van, tehát szereti az ilyet? Szeretjük, nagyon szép, szépen mutat, és tehát nem vagyok kísérletező, mert elektromos a szakmám, de úgy segítséggel űzöm a sportot. És akkor mire a legbüszkébb, hogy ez most így sikerült, és a kollega jól oltotta be, vagy erre az egész kertre, hiszen azért nagyon szép a kert, sok munka van biztos benne. Többek között, hogy a kollega beoltotta fát, meg ugye amit a kamera lát. És ez most hobbi az ön számára, ez a kertészkedés? Napi 1-2 óra, vagy mennyit jelent? Attól függ, hogy mennyit enged az időm. Elektromosság, villanyszerű a szakmám, és akkor azt folytatom, mint nyugdíjas, és akkor, ha van időm, akkor ezt erre is időt kell szakítani. Tehát úgymond csinálom. De hát itt látok sok mindent a kertben, tehát azért gondolom a család számára is mindent, amit lehet, megtermel. Igen. A család jól lakik belőle, unokák vannak, és akkor ők meg nagyon szeretik a gyümölcsöt. Önnek mi a kedvence a kertben? A kedvencem a munka. Amúgy különösebb kedvenc termékem nincsen. Mindegyik gyümölcsöt szeretem, szeretjük, és akkor... És hogy addig gondolkodtam. De akkor azt kívánom, hogy jövőre akkor ne 78 dekás legyen ez az alma, hanem 1 kilót is elérje, hiszen akkor esély van rá. Igen, bízunk benne, de majd a természet tesz rá pontot. Köszönöm szépen a riportot. Látottam már ekkora hatalmas almákat, kérdezik Csontos Györgytől. Nem láttam még. Nagy érdeklődéssel hallgatom ezt, hogy ekkora almák teremnek a szomszédba. De azt gondolom, hogy megvan ennek a miértje, hiszen Feri bácsi mindig is gondos gazda volt. Valószínű, hogy meghálálta ezt a gyümölcsfa. És esetleg ön is kísérletezne ilyennel? Szívem szerint ez egy nyugodt világ, úgy gondolom. Belemennék ebbe az akcióba, hiszen mi ugye mással foglalkozunk, egy asztalos műhely, ahol napi pörgés van, de egy-egy ilyen természetközeli esemény azért engem is elgondolkoztat a későbbiekben. Itt vagyunk Kun László kertjében, és itt mögöttünk az almafán, és látjuk, hogy azért itt sem egy ilyen szokványos alma méretek vannak. Mit szól ahhoz, hogy egy karcagi háznál ilyen hatalmas almák teremtek? Én nagyon örülök neki, hogy ilyen nagyméretű almák teremnek Karcagon. Szerintem a helyi adottságoknak megfelelően, bár ugye a kutatóintézetben a növénynemesítők szaktudását is dicséri, szerintem ez a hatalmas méretű alma. Önnek esetleg volt már valami hasonló nagy termése? Volt. Birsalmában sikerült egy ilyen 60 dekásat mérnem. Nem vagyok növénynemesítő, nem is nagyon értek igazából hozzá. Ez ekkorára nőtt, megfőztük, finom volt. És esetleg ön is kísérletezne, hogyha volna ilyen lehetősége? Biztos kísérleteznék, hiszen ugye a munkának a gyümölcse itt tükröződne, tehát a munka, ha jól befektetjük, megtérül. Na most egy érdekes dolog ez az alma szerintem,
Ha nagyon nagy az alma, akkor ugye rekord méretekre nőhet meg, aminek igazából nagy hírértéke van, és ez gyakorlatilag a befektetett munkát dicséri.